Sávolt Karolina a festészettel 9 éves korában kezdett el foglalkozni, és teljesen önállóan, internetről online módon sajátította el tudásának alapjait. Én 9 évesen kezdtem el festeni, azelőtt pedig mindig rajzoltam, én nagyon szerettem mindig is rajzolni, és engem az is nagyon érdekelt. Még kicsi koromban nem nagyon nézegettem más festőket, más művészeket, de 9 éves koromban, amikor bejött a pandémia, és nagyon sok szabadidőm volt, én mindig rajzoltam, és egyszer egy rajzot hagytam az asztalomon, amit a szüleim észrevettek, és nagyon meglepődtek. Akkor kérdezték meg, hogy mit szeretnénk csinálni, hogyan szeretnék tovább fejlődni, és akkor mondtam, hogy el szeretnék kezdeni festeni. Akkor néztem meg más festőket, akkor olvastam, hogy hogyan kell festeni az alapoktól kezdve, és úgy megtanultam először az alapokat, aztán pedig kifejlődött a stílusom. Művészetek iránti vonzódása már egészen kicsi korában megmutatkozott. Első skiccei, szárnypróbálgatásai édesanyját, Szabó Tündét, Nyíregyháza országgyűlési képviselőjét, kormánybiztosát is meglepték. Nagyon nagy öröm számomra, hogy 3 gyermeket nevelhetek, és mindig úgy voltam, hogy figyelem, hogy miben tehetségesek, és akkor abban támogatjuk őket. Ugye a sport az nagyon fontos volt mindig is, hogy 18 éves korig minden nap sportoljon egy gyermek, és amellett, amiben tehetsége van, vagy amit szeretne, akkor azt próbáljuk meg biztosítani részükre. Ugye Karolina, ő már 4 évesen mutatkozott, hogy valami művészeti ágat fog képviselni, hiszen a színházat minden területét imádta, balettre kellett vinni, tehát hogy operába olyan komoly darabokat kellett neki megmutatni, és igénye volt rá, hogy már látszódott, hogy valami művészeti ágat fog vinni. Ugye 6 évesen ő már zongora koncerten adott elő, és egyszer 8 éves lehetett, amikor azt mondta, hogy ő már nem akar zongorázni, hát mondtuk, hogy nem baj, akkor biztos, hogy valami másságot fog választani, de mi mindig hagytuk azt, hogy a gyerekek úgy kibontakozzanak abban, amit szeretnének. Ez volt a legfontos, hogy mit szeretne egy gyerek. Ugye bekövetkezett a Covid, 9 éves volt akkor Karolina, és hazamentünk az egyik nap, és az asztalán találtunk egy olyan rajzot, ami már sokkal többet mutatott, mint egy gyerekrajz, és megkérdeztük tőle, hogy mit szeretne. Szűcs Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház főigazgatója elmondta, abban bízik, hogy a reprodukciók színesíteni fogják a betegek és a dolgozók mindennapjait. Ez is egy csodálatos nap az intézményünk életében, hogy egy nagyon fiatal, de már híres, nem csak Magyarországon, hogy nemzetközi porondon is híves festőművésznő Sávolt Karolina 8 festményének reprodukcióját adományozta az intézményünknek, és ezeket a képeket, mint ahogy itt látjuk, a fülorgégészeti osztályunkon dominálóan a gyermekfülorgégészeti részleg előterében helyeztük el. Tettük ezt mind azért, mert hogy látszik a képekből is, ezek a képek életörömet, pozitívumot, emberszeretetet, békét sugároznak és váltanak ki bennünk, ezekre az érzésekre pedig szükség van a mindennapjaink során. Én remélem, hogy munkatársaim is, az előbb említett betegek is, gyermekek, felnőttek, hozzátartozók meg tudnak majd állni rövid ideig ezek előtt a képek előtt, és belőlük is ezek az érzések jönnek elő. Sávolt Karolina alkotásait idén több európai nagyvárosban, Budapesten, Nizzában és Barcelonában is láthatta a közönség.